Menjünk tovább! Gyere! Gyorsan! Gyerünk, gyerünk! Segíts! Gyerünk! Lőj a vadászra! Magyar hangok, Forgács Péter, Gáti Oszkár, Rajhona Ádám, Csankó Zoltán, Konrád Antal, Molnár Ilona, Szabó Otto, Holnándor, Kocsis Marian, Hankó Attila, Cséh Német Lajos, Imre István, Csúlya Imre, Svetlor Balázs. Zenét szerezte George S. Clinton. Fényképezte Gideon Palá. Írta James Booth. Sam Firstenberg. Kaptuk. Na végre. A másikat én nyírtam ki. Uraim, Mr. John Kane, az Egyesült Államok titkosszolgálatának halottja. Jöttök nekem 50 000 dollárral, igaz? Látjátok, barátaim, az erősebb győz, és semmi más nem számít. Szép nap ez a mai. Nagyszerű játék ez, fiúk. Éljen a vadászok Pentagon szövetsége. Maga Will Rogers sem csinálhatta volna jobban. Matt! Ne játszadozz azzal a borjúval, még elkésünk. Tudod, hogy hosszú az út New Orleansba. Larry bácsi számít rád. Oldozzátok el, fiúk. Hogy nézel ki? Csupa piszok vagy. Összeszedem magam, és mindjárt jövök, jó? Rendben. Szólj a nagypapának is. Thank you.
Nagyon csinos kislányát cseperedett. Igen. Apád és anyád büszke lenne rá. Ne hibáztasd magad, Matt. Nem tehetsz róla, hogy meghaltak. Biztosan igazad van. Most már sietnünk kell. Gyere, menjünk. Szerinted Mr. Richards beszédet fog mondani a felvonulás előtt? Azt hiszem. Mondd, miért akar mindenáron politikus lenni? Mert segíteni szeretne a saját népén. Hogy ne legyen szegénység, bűnözés, hogy szebb legyen az életük. De hát, ezzel sok munkát vett a nyakába. Menjed neki is beszélőgép, inkább töltsél nekem kávét. Richard az államok szenátora, ezért érdemes volt ide jönni. Oh! Szia, könyök! Szia, Szera! Hello! Isten hozott meg, jó, hogy itt vagy. Jól nézel ki. Te is, tartod a formát. Köszönöm. Gyertek, beljes, gyertek. Jól nézel ki, nézik szem. Kösz. Na, hát, Szera, nézlek. Felnőtt hölgy lettél. Meglásd, hány szívet fogsz összetörni. Mit nem mondasz, Larry? Ilyen csinos. Nagyon csinos. Megnőttetek, fiú. Mivel leheted őket, Daisy? Ami a kezem ügyébe akad. Na, fiú, mutasd meg, mit tudsz. Mutasd egy kis karatét. Na, gyerünk, mutasd valamit. Úgy, ügyesed. Matt, ide figyelj, mit tudok. Ez az igazság. A kis Bruce Lee, mi? Ez az igazság, kis Bruce Lee. Gyertek. Na, menjünk vacsorázni. Nézi, te vagy az egész világon a legjobb szakács. Köszönöm, nagyapa. Nagy gyakorlatra tettem szert a fiúk révén. Na, képviselő úr, hogy megy a politika? Tudja, Jimmy, egy ilyen nagyvárosban nagyon nehéz fordítani a dolgokon. Bár egyeseknek túlságosan könnyen megy. Drágám, ez nem a kellő idő, hogy ezt előhozzuk. Miért ne? Ha valaki az életedet fenyegeti? Kicsoda? A szokásos bajkeverő, tudod? Nem nagy dolog. Pentagonnak hívják magukat. Pentagon. Nézd, néhány mocskos telefonon kívül, amely hozzátartozik a játékhoz. Ezt tudod jól? Nem volt semmi baj. Most pedig toastot mondanék. Közös jövőnkre. Egy békés jövőre, ahol a gyermekeink nem követik el azokat a hibákat, amelyeket mi elkövettünk. Úgy legyen. Oké. Okay. Oké. Okay. Szevasz. És most megyünk végre a húshagyó kedre. Thank you.
apa! Vigyázz Sarahra, én egy kicsit leszállok most. Menj csak meg. Mindjárt jövök. Maradj. Biztonsági ember. Igen, uram. Ennyi az összes biztosítás. Ennyi. Larry, a sarkon egy óránál. Küldj! Nincs légzés. Húzus sincs.
Maradjon a szalag mögött. Istenem! Lélegzik! Semmi. Nem! Meg fogsz gyógyulni, kisfiú! Vigyázzunk rád! Lenni, Amerika az amerikaiakért. Amerikában rendezik a 8. kendo bemutatót az amerikai túlélők szervezésében. Művésze van közöttünk ma este. Jeb Wallace parancsnok, aki jelenleg a világon a címvédő bajnok a vasemberek között. És Lafayette leszármazottja Wade Delaney, harvardi harcászati bajnok. És a dél legifjabb szenátora. Ez kedvesen hangzott. Mikor jelölteted magad elnöknek, Wade? Nem kell soká várnod, Elliot. Uraim, van itt még valaki, aki bemutatok. Egy filozófus, egy gondolkodó, egy katona, a hatalmas Hedley Társaság alapítója. Bemutatom Elliot Glastonbury professzort. Elliot! Gyere, gyere! Köszönöm a bókot, Charlie! Nagyon kedves volt tőled. De az uraknak meg kell tudniuk, hogy ez a férfiú több millió dollárra tetszett 20 éves korára. Ünnepeljék méltó módon Charlie Lavalt, a kultak elnökét! Éjjel a professzor! Tudják, én igazán nagyon örülök, hogy ilyen ember társaságában vagyok. Ilyen az igazi amerikai férfi. És mindannyiukra büszke vagyok. Barátaim, honfitársaim, mi amerikaiak veszélyes időket élünk. Paranoiásnak tartanak minket, mert szeretjük az országunkat. Mert túl akarjuk élni országunk gazdasági összeomlását. Tudják, hogy mi jön, vagy nem? Lázadások városaink utcáin. Úgy van, uram, igazam? Persze, hogy igazam van. Polgári engedetlenség, erőszak hullám, nigger bűnöző bandák. Igaz! Úgy van! Igazam van! Nyavajgó politikusok a fegyverviselésünk ellen vannak. A komcsi gerillák Dél-Amerikában észak felé fordulnak. Át akarnak kelni a Rio Grande-n! Terrorizálni akarják anyáinkat, gyerekeinket, lakóhelyünket és templomainkat! Előbb elfoglalják Mexikót, és aztán? És aztán? Több mint 20 millió mexikói már Kaliforniában lakik, vagy Texasban és Arizonában! Mi lesz, ha egyszer csak úgy döntenek, hogy valamennyien csatlakoznak a mexikói szövetségi köztársasághoz? Akkor mi lesz? Mi lesz akkor? Akkor jön New Orleans! Igen! New Orleans! Chicago! Boston! Nem fogjuk New fogni. York! Hát nem, uraim. Alkotmányban megírt jogunk, hogy fegyvert viselhetünk. Szent kötelességünk, hogy olyan hatékonyak legyünk, amennyire csak lehet. Valamint, hogy harcolhassunk a szabadságunkért. És az amerikai típusú életért. Mikor ezek a liberálisok hülyének néznek bennünket, és országunkat az átkozott kopcsik kezére akarják játszani, azt fogjuk mondani, hogy nem! Nem! Nem!
Nem! Nem! Nem! Nem! Nem! Nem! Nem! Nem! Nem! Elhibázták! Elliot! 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 Dr. Greenfieldet várják az inhalációs terápián. Mr. Richards, a felesége nyugtatót kapott. Sokáig fog aludni. Köszönöm. Gyere, be vagyunk a mamához. Matt, itt van... Itt a házunk kulcsa. Menjetek oda. Otthon vagytok benne. Holnap találkozunk. Hé! Tudom, hogy nem lehet mit mondani. De azt tudnod kell. Itt vagyok, ha szükséged van rám. Tudom. Tudom. Matt Hunter-t keresem. Mr. Hunter, ott van, uram. Jó estét, uram. A nevem Cooper. Önnél kell jelentkeznem. Vigyen minket a Richards házhoz. Igen, uram. Takarítassa le. Igenis. Szemetek. Nem kell négyen a városházára. Halló. Admirális, Matt Hunter keresi magát. Matt, te vagy az? Igen, én vagyok. Tudtam, hogy hívni fogsz. Larry, hogy viseli? Mégis, mit gondolsz, hogy viseli? Tudod, hol a New Orleans-i központjuk? Igen. Ott találkozunk néhány óra múlva, jó? Tudj meg mindent a Pentagon vadászok nevű bandáról. Rendben. Nagyapa, kérlek szépen, főz kávét a fiúknak. Már is megyek. Cooper, segítsen neki. Igenis. Gyere ide, Sarah. Nekem most el kell mennem egy kicsit. Nagyapa, majd vigyázz rád. Reggelre visszajössz. Igen, reggelre már itt leszek. Add egy puszit. Ne félj. Jó itt. Hunter van itt. Oké, küldd be. Hunter megérkezett. Szia, Matt. Nagyon örülök neked. Rachel a piszkos ügyet. Ellen Wyatt a kém elhárítástól. Charlie Cray a szövetségiektől. Jó napot. Uraim, Matt Hunter kapitány. Bár nagyon fiatal, mégis ő a CIA egyik legjobb ügynöke. Admirális, hogy Larry Richards nem kapott tőlünk védelmet? Visszautasította. Vagyis, hogy ő már nagyon sokszor megvédte magát. Kik ezek a pentagonok? Üljünk le. Bocsáss meg, Charlie. Szélső jobboldali nézeteket valló titkos társulat. Az erősebb győz, ez a jelszavuk. Jelképük az ötágú csillag. Ezért pentagon. Meggyőződésünk, hogy a csillag minden ága, a társaság egy-egy vezérét jelképezi. Évek óta figyeljünk őket. Mi a módszerük? Becsületes üzletembereknek átszázzák magukat, de bármely mocskos üzletben benne van a kezük, bérgyilkosok. Pénzt akarnak szerezni a társaságnak. Mi bajuk van Larryvel? Pár évvel ezelőtt az egyik Pentagon társaság nagy területet akart egy parból kiszakítani, hogy vegyi üzemet létesítsenek.
Larry megállította őket. Az a baj, hogy fogalmunk sincs, hogy kik ők. Valószínűnek látszik, hogy egy csomó kétes vállalkozás a legjobb ügyvédekkel. Abban biztosak vagyunk, hogy mind az öt kulcsember nagy formátumú üzletember, és magas washingtoni körökből kapna támogatást. Valahogy mégis ki kell füstölni őket. Lehetséges. Van egy gyenge pontjuk. És mi lenne az? Van egy vadásztársaságuk. Micsoda? Vadásztársaság. Csak nem állatokra vadásznak, hanem emberekre. Ezt honnan a csodából tudod? Onnan, hogy találtunk a nagymocsárban több tucat holttestet. A tetemeket öt ágú csillaggal jelölték meg. Szóval azt akarjátok mondani, hogy a Pentagon azért küldött egy csomó embert a mocsárba, hogy levadászhassák őket? Pontosan. Ahhoz, hogy valaki a Pentagon tagja lehessen, meg kell küzdenie a Pentagon legkeményebb és legügyesebb vadászaival. A saját játékukban kellene megverni őket. Nem csinálom. Csak annyit kérek, azonosítsd a tagokat. Az ügynökség majd elvégzi a piszkos munkát. Túl kockázatos. Te vagy az egyetlen, akinek sikerülhet. Nem megyek bele. De segítek megvédeni Larry családját. Adjatok őrséget hozzá a farmomra, amíg lecsillapodnak a kedélyek. Ennyit tehetek. Rendben, Matthew, köszönöm. Hát ez nagy szégyen, fiúk. Első alkalom, hogy a társaságunk csődöt mondott. És ezért te vagy a felelős, Parker. De kérlek, Elliot, a négy legjobb emberünket vittem magammal. Andrew, mindenki követel hibát. Tudom jól. Az az idióta kiugrott a tömegből, és mindent elrontott. Idióta? Az a pasi négy legjobb emberünket megölte, Parker. Nézzük csak. Róla van szó? Igen, Elliot. Benne van a kormányban? Nem, nem, még túl fiatal. Azt hiszem, csak annak a négernek a barátja. Szerintem közénk való. Szerintem is. Ez nem is kérdéses. Én mondom, uraim, be kéne csalni az erdőbe és vadászni rá. Nem, jobb lesz gyorsan kinyírni. Nehogy valaki azt higgye, nem vagyunk formában. Ezzel jóvá tehetnéd, amit elkövettél. Értetted, Parker? Igen, Elliot. Uraim, Parker. Andrew. Oké, készen van minden. Kérem, jöjjenek utánam a helikopterhez. Tessék. Magát kérik, Mr. Richards. Én kell majd én. Mindjárt jövök, édes. Gyertek, ez az ő dolguk. Menjünk. Mr. Richards most nem elérhető. Ki keresi őt? John Maxi vagyok a 11-es csatornától. Szeretném tudni, hogy Mr. Richards megjelenne a ma esti híradónkban, hogy kommentálja a szomorú eseményeket. Sajnálom, de nem elérhető. Mondj igent. Richards vagyok. Örömmel elfogadom a meghívást, Maxi. Hánykor? Jöjjön a stúdióhoz 5 órára. Valaki lemegy magáért a főbejárathoz, hogy elintézzék a formaságukat. Ott leszek. Te is jól tudod, hogy ez csapda. Én is tudom jól, hogy csapda. Ne menj oda, majd a CIA elintézi. Brown admirális személyes felelősséget vállalt az ügyben. Mert megölték a fiamat. Ez az én személyes ügyem. Eltökélt szándékot, hogy oda mész? Tudod jól. Menjünk. Indítsd be a gépet! Hé, mi a fene történt? Nem hagyhatom itt! Vigye a gyereket a farmra, holnap találkozunk. Azt kell tennem, amit mondtak. Ez parancs, Cooper. Parancs. Nekem nincs, hát neked. Szétverjük őket. És hogy fogjuk csinálni? Ahogyan szoktuk. Improvizálunk.
menj egyenesen és a harmadik saroknál jobbra. Most fordulj jobbra. Ez az a hely. Úgy látom, itt várnak minket. Engedd át nekik a kezdeményezést. Kapaszkodj! Gyerünk! Kiszállj! Gyors, vigyázz! Gyerünk, átkozott hülyék! Mozgás! Mi lesz? Ezek? Nem tudom. Az én bőrömre megy a játék. Jó, meg kell találnunk. Jézus Mária. Menjünk arra. Gyerünk! Gyerünk! Mi lesz már? Gyerünk, emberek! Ne aludjatok! Ti honnan fedezzetek? Menjetek! Most elkapom azt a szarházit.
Te maradj itt az ajtó mellett. Én majd előre megyek. Maradj itt, amíg nem szól. Semmi komoly, csak egy horzsolás. Te jól vagy? Igen. Hé, fordulj meg! Mondd meg a pentagonos górinak, hogy felejtse Richardsot! És csak akkorát harapjon, amit le is tud nyelni! Hé, te szemét! Visszajövünk érted! Meg a nigger barátodért úgy szintén! Neked nem kell belekeveredned. Ez az én harcom. A te harcod az enyém is. Ezt soha ne feledd. Menjünk. Hála Istennek! Mr. Hunter, Mr. Richards. Cooper. Minden rendben van? Csendes, mint egy hétvégi piknik. Mi történt a karoddal, papa? Semmi baj, fiam, minden rendben. Jó, hogy megjöttetek, fiúk. Hol van Daisy? Újra fönt az ágyban. Ott a helyed neked is mellette. Semmi bajom. Megyek, megnézem Daisy-t. Oké. Okay. Mindjárt csinálok egy jó forró kávét. Köszönöm, drága. Na, gyere, fiam. De jó, hogy itt vagy, Matt. Én is örülök. Olyan szép itt. Emlékszel, mikor ide jártunk piknikre a mamáikkal? Miről akartál beszélni velem? Arról, hogy Larry bácsival el kell mennünk egy időre. Hivatalos ügyben? Nem, magánügyben. Matt,
Miért akarnak megölni egy ilyen embert, mint Larry bácsi? Mert a politikában előfordul, hogy gonoszok vannak, akik nem riadnak vissza semmitől, ha pénzt és hatalmat akarnak. Larry bácsi pedig ellenük van. Ilyenek ölték meg a mi szüleinket is. Igen. Értem, de légy óvatos. Mert én nagyon szeretlek. Én is szeretlek. Gyere, vágtassunk haza, oké? Okay? Gyerünk! Gyerünk! Tud a Pentagonról, Elliot? Ki hívott bennünket? Tényleg? Az az ember maga az ördög. Azt üzente neked, hogy ne harapj nagyobbat, mint amit le is tudsz nyelni. Ez csak fokozza az étvágyamat. Ezt nem viheti el szárazon, igaz, uraim? Még elveszítjük a támogatóinkat. Támogatók? Szarosok. Csak úgy, mint minden idióta az ajtón kívül. Jebnek igaza van. Az erősebb ugye kefél, csak ez számít. Ez a törvény, és mindig is ez lesz. Én egyetértek veled, Elliot. Az egy rendkívüli pasas. Mozgalmunk erőssége lehetne. Nem érdekel, hogy milyen rendkívüli. Nekem megmondták. Keresztül húzza minden célunk és számításunk. Tudod, hogy kicsoda? Igen. Igen. A nagyszájú néger volt titkosszolgálatos haverja. Ez igaz? Igaz. A G6-hoz tartozott. Ez a szolgálat elit alakulata. Ez a fiú volt a legígéretesebb emberük. Aztán visszavonult, mikor a szülei alatt robbant fel egy nekiszán bomba. Bedirizett? Szívén viseli. Az árva kisuga életét. Érzelős nyavajgás. Tudjuk, hol lakik? Igen. Egy Braxtoni farmon pár száz mérföldre éjszakra. Most mind ott vannak. A Niggerrel? A Niggerrel. És egy csapat titkos szolgálatival együtt. Ez tetszik. Nekem is. Nekem is nagyon tetszik. Ez remek, Elliot. Ez az. Ez az. Parker. Tessék. 11 emberünk veszett oda miattad. Nem, nem az én bűnöm, Elliot. Az a pasi nem is ember, hanem maga az ördög. Ó, Jézus Mária, mit akarsz? Szégyent hoztál ránk, Parker. Kérlek, ne, Elliot, kérlek! Jóvá teszem! Elliot, ne tedd ezt velem, nincs jogod! Majd jóvá teszem! Jézus Mária! Kérjük föl a játékra az ifjú Mr. Huntert, uraim. Kérlek, 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 az Isten szerelmére. Kérlek. Nos, uraim, ez a Hunter-ház. Mindenütt titkos szolgálatiak vannak. Négy a konyhában, három járőrben. Hunter és Richards odafönt van. Alszanak. Hol van a személyzet? Nem számít. A cselit szálláson. Oké. Mindenki tudja a dolgát. Gyerünk. Treff 8-as, treff 4-es, Bubi. A Bubi a legjobb. Kicsit hűvösödik odakint. Van leves a tűzhelyen. Elszem belőle. Hol vannak a többiek? Mindenütt. Oh!
mindenki tovább megy. Gondozzátok meg! Segítség! Tűz van! Papa! Minden rendben? Igen, itt semmi bajom. Segíts Larrynek! Oké. Maradjatok itt! Ne mozduljatok! Jeff! Jeff! Már jövök! Itt vagyok! Leviszlet, fiam! Lefogadom, hogy elveszítjük őt. Majd meglátjuk. Gyere, fiam! Matt! Vidd le! Ne hagyd őt meghalni! Menj már! Menj már! Minden rendben jön. Kapjátok el. Ó, Istenem! Túl hangosak, némi Isten! Hunter, mi a vadászok Pentagon szövetsége vagyunk. Úgy tudom, maga keresett bennünket. Sajnálom, hogy ilyen kellemetlen körülmények között találkozunk. Hozd le őt. Élve. Édes Istenem, hát maga egy nagyon fiatal ember, Hunter, tényleg csodálom magát. Hagyja békén a hugom maga, rohadt strici, nem ártott magának. Felkérem, hogy vegyen részt egy nagyszerű játékban. A hugát elviszik biztosítékul. Már régóta figyeljük magát. Két hét múlva a Louvet villában összejövetelünk lesz. Ha kötélnek áll, ott megtalálja majd a kis hugát. Virgo intakta. De ha beköp minket, akkor a képzeletére bízom, mi lesz. Sok szerencsét.
rendbe kell nézni. Főnök, itt találtam valamit. Hol voltak a biztonság? Kerete is! Micsoda szörnyű mészárlás. A legmodernebb eszközeink ellenére sem tudunk semmit se tenni ellenük. Szerintem a legaggasztóbb a jól értesültségük. Már akkor tudják, mit akarunk, mikor még meg sem léptük. Mi meg semmit nem tudunk róla. Igen. Mi nem működik nálunk? Bárcsak tudnám. Admirális, maga szerint a lány és Hunter még élnek? Amíg nincs tetem, mindig van remény. Az is lehet, hogy bent égtek a házban. A fiú fogkefével fogják átfésülni a helyszínt. Ide hallgasson, először is. Az egész helyszínt felforgatjuk. Hát, ha megtaláljuk Mettet valahol. Másodszor, szabaduljunk meg a médiától. Harmadszor, hogyha csak egy szó is kiszivárog, akkor nem fogok jót állni magamért. Uraim, 10 nap telt el, és nem tudunk semmit. Egyáltalán semmit. Szerintem Hunter és a lány még él. Ezt miből gondolod? Átfésültünk minden négyzetcentit, és a tetemek sehol. A labor jelentése megjött már a hamuról? Igen. Nincs semmi. Talán a Pentagon eltemette őket. Miért tették volna? A többi tetem ott hevett szanaszét. Elrabolták őket? Mert Hunter sohasem hagyná magát élve elfogni. Hogyha él, akkor miért nem ad életjelt magáról? Túl jól ismerem őt. Azok után, ami ott történt, nem bízik már senkiben. A titkos szolgálatban sem. Szerintem még életben van. És még hallunk felőle. Amikor majd akarja. Szóval benne van. $500,000 kap, aki kikészíti Huntert. Uraim, a nagy vadászat elkezdődött. Bocsánat.
Jó estét, édesem! Téged még nem láttalak itt. Olyan magányos vagy, és szomorú. A nevem Fifi. Hogy segíthetnék neked? Keresek egy lányt. 12 éves. 12? Hullalá! De nagy orosz fiú van. De ez fáj nekem! A neve Sarah, és tudni akarom, hogy hol van. Nem tudom. Fogalmam sincs. Gyere utánam. Van itt egy új kislány. Nagyon kicsi és csinoska. El fogjuk árverezni, az kapja, aki a legtöbbet fizet. Pontban éjfélkor. Adj egy 500-as, és tiéd lehet az első harapás a gyümölcsből. Édes. Voilà, itt a lány. Matt, azt hittem meghaltál. Jól vagy, nem bántottak? Nem, de nagyon féltem. Gyere, menjünk. Menjünk? Hova akarod vinni? Kocs legyen! Uraim! Adjunk neki fél óra előnyt! Azt hiszem, hogy jön a vihar. Nem baj. Annál izgalmasabb lesz. Vészel rá. Ez csak egy kis vihar. Nem, egész mókás volt. Örülök, hogy szórakoztat. Na gyere!
Oké. Én biztonságban leszel egy darabig. Tedd ide a fejecskédet. Négy. Matt. Tessék. A nagypapa meghalt. Igen. A nagypapa meghalt. Oh!
szitte? Hol van a húgom? Hol van Sara? Sara! Matt! Sara! Sara, hol voltál? Téged kerestelek. Sara. Gyere, mennünk kell. Oké, oké. Okay. Gyere, a hátadra veszlek. Sajnálom, hogy így történt, fiú. Látom, hogy játékos kedvedben vagy. Hát, gyere, játszunk. Én benne vagyok. Mindjárt ott leszünk, kicsim. Már közel vagyunk. Isten! Valaki gyorsan hívja az orvost! Ez az én kis húgom. Nagyon szeretem őt. És ha meghal, akkor azért ebben a szobában mindenki felelős lesz. Siessetek! Mi történt, Matthew? A Pentagon vadászok három emberét már kinyírtam.
Jeb Wallace-t, Chuck Lavalt és a csoda gyereket, Wade Delaney-t. Úgyhogy van még egy kis dolgom. Matthew, túllépted a hatáskörödet. A bizottságnak meg kell tudnia, hogy kik a többiek, mielőtt bármit is teszel. Megmondhatod a bizottságnak, hogy bekaphatják. Tudom, hogy mit üvöltöznek a liberálisok, de szerintem Hitlernek igaza volt. Az az ember egy látnok volt. 40 évvel a halála után a félvilág kommunista, és nem győzünk védekezni. De mégre igaz. Hagynunk kellett volna, hogy befejezze, amit elkezdett, és kinyírja az összes komcsit. Milyen más lenne a világ, nem igaz? A terror győzni fog, ha csak vissza nem rettentjük. Elérkezett az Armageddon ideje. Elhiszi nekem? A világ végéig. Már nem sok van hátra. Egy fickó a halban magát keresi, uram. Félelmetesnek tűnik. Ó, igen. Bocsánat, uraim, nem tartsok el. Szolgálja fel a kávét. Mindjárt jövök. Igen, már itt is van, köszönöm. Viszlát. Kicsit korábban érkezett, mint számítottam. Ugye milyen meglepő? Hogy van a lába? Sose éreztem magam jobban. Köszönöm. Nekünk még van egy befejezetlen ügyünk. Menjünk fel az emeletre. Maga igen figyelemre méltó ember. Eddig még senki sem érte túl a nagy vadászatot. Felkínálok 10 millió dollárt. A Pentagon büszke lenne, ha beállna a soraiba. A Pentagon kifújt, vége. Ebben téved, Hunter. Csak most kezdődik. És terjed. Terjed az egész országban. Akár kánikulában a futótűz. Tényleg? És ez kinek köszönhető? Ki a Pentagon ötödik tagja? Sajnos azt kell mondanom, sose tudja meg. Válasz a fegyvert. Oh!
krízisen túl van. Rendbe fog jönni. Matt! Egyben vagy? Teljesen egyben. Nincs semmi más dolgom, csak hogy rád vigyázzak. Ugye nem fogsz többet magamra hagyni? Ígérd meg! Megígérem neked. Sok alvásra van szüksége, azután már sokkal jobban lesz. Köszönöm. Gratulálok, Matthew, a sikerhez. A sikerhez? Igen. Az első vizsgálatok alapján, amelyet a halottak ügyében lefolytattunk, kijelenthető, hogy lefejezted a szervezetet. Azért maradt egy-két megválaszolatlan kérdés, nem? Tényleg? Például? Például, hogy ki a Pentagon ötödik tagja. Ki mondta meg nekik, hogy Richard cég a farmomon vannak? Csak a magemberei tudták. Jól működött a kémszolgálatuk. Azt meghiszem. Ezzel mire akar célozni, Matthew? Nem akartam célozni semmire sem. De mondok én valamit, admirális. Ha igaz, amit Glastonbury mondott, akkor a Pentagon még csak most kezdődik. És tudnia kell, hogy... ott leszek én is. Ott leszek.